Isten által isteni fényességet, tüzét gyújtottad hideidnek. Kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmével mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére, Krisztus, ami Urunk által. Krisztus világossága, Istennek legyen hála. Krisztus világossága, Istennek legyen hála. Kedves testvéreim, miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldte el szent fiát megváltónkul. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve vezessen el minket az örök életre. Olvasmány Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és választ ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhő oszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszatartotta a tengert és kiszárította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felül úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez: nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött, és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tengerpartján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghez vitt.
A népet félelem töltött el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Könyörögjünk. Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus, ami Urunk által. Könyörögjünk. Istenünk, te ezt a húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szentmiszke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha halálának hasonlóságában egyenítünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadta a halálból, és többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! És magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták.
Még fel sem mocsultak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az ember fiának a bűnösök kezére kell kerülnie, fölfeszíti, de harmadnapra feltámad. Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a 11-nek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja Mária, s néhány más velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter azonban menten a sírhoz futott, benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen, elcsodálkozott a történteken, és hazament. Ezek az evangélium igény. Hallunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, hálás vagyok Istennek, hogy ezt az ünnepi szentmisét itt Kismányokon mutathatom be. Sokaknak tartozom köszönettel ezért. Szeretném megkülönböztetett tiszteleten üdvözölni Potápi Árpád János államtitkár urat, Simon László polgármester urat, Illés Tibor bukovinai székelyek országos szövetségének elnökét, mindazokat, akik jelen vannak, helyiek vagy messzebbről, távolról érkezettek, székelyek vagy nem, azok, akik ünnepelik az Úr föltámadásának nagy napját. Talán nem csak az én gyerekkorom kedvenc játéka volt a bujócskázás, hanem másoké is. Amíg játszótársunk bekötött szemmel elszámolt 10-ig, addig igyekeztünk úgy elbújni, hogy nehezen vagy egyáltalán ne találjon meg, hogy minél többször ő legyen a bunyó. Azt hiszem, mindannyiunkban benne van ez a bujócskázó hajlam. Ahogyan a Teremtés könyvében olvassuk az első emberről, aki a paradicsomkert fái között megpróbál elrejtőzni Isten elől. Szeretnénk elbújni az Úr elől mi is, hogy minél nehezebben találjon meg. És mindeközben keressük, folyton sóvárgunk, vágyakozunk utána. Nosztalgiázunk gyerekkorunk patyolattiszta Isten élményei után, a múltba, vagy a vágyainkba, az ábrándjainkba menekülünk, ahol még úgy hisszük, felismerjük őt. Ha egy kulcsomót vagy egy mobiltelefont elveszítettünk, aztán megtaláltuk, úgy érezzük, nem kell tovább keresnünk, most már a miénk. És hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Istennel is így van. Úgy járunk, mint Mária Magdolna húsvét reggelén. Keressük, de csak nyomokat látunk. Egyre hevesebben ver a szívünk, aztán találkozunk vele, és nem hiszük el, hogy él, hogy ő az, kertésznek nézzük. Mi másképpen képzeltük el a találkozást, másnak gondoltuk el a föltámadottat. Szent János, az egyik koronatanú, megörökíti a jelenetet, a szeretett tanítvány és Péter komolyan veszik az asszonyi híreszteléseket, és lélekszakadva rohannak a tett színhelyéhez. A sír üres, a kő elhengerítve, a leplek gondosan összehajtogatva, hűlt helye az eltemetett mesternek. János látta mindezt és hitt. Neki ez elég volt. Bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra felépítem, visszhangzott benne. Az üres sírral való szembesülés megszülte lelkükben a hitet.
majd következik a föltámadottal való meggyőző találkozás élménye, amelyek átsegítik őket minden nehézségen, még a vértanúságon is. Kedves testvérek, a kereszténység nem szokványos vallás. Nem egy földi vezér alapította, amelynek több-kevesebb követője akad. A kereszténység élén az apostolokkal és utódaikkal a föltámadást tanulja. Jézus az Úr. Ez volt az első hitvallás. Ez a tény, ez a titkos valóság hitünk lényege, gerince, alapja, gyökere. A feltámadt Jézus az élet végtelen, örök távlatát nyitotta meg. Eddig azt hittük a biológiai életről, hogy magában hordja a halált, és azzal el is zárul. A halál nélküli vagy a halál utáni élet meghaladta emberi tudásunkat. Húsvét óta tudjuk, hogy az élet és halál nem csak egymásba szövődik, hanem létezik örök, szintiszta, isteni élet, ahová nekünk is bejárásunk van. A megváltás azt jelenti, hogy Jézus az Úr, akinek hatalma van a halál fölött, aki eltörölte a bűn átkát, a halált. És azok a tanítványok, akik eleinte gyámoltalan szeretetükkel ott énferegtek Uruk sírja körül, és nyomorúságos eszközökkel akarták föltartóztatni, visszatartani az enyészet folyamatát és szagát, akik aggodalmaskodva bújtak össze, mint az állatok a viharban, a föltámadt Krisztusban azonosították a keresztre feszítettet, aki él és átalakítja az élet minden vonatkozását. Magukra találtak. Helyére rakták a korábban csak félig meddig megértett isteni igéket, és az életük árán is tanúskodni kezdtek Krisztus föltámadásáról. Ma is ebben rejlik a húsvét feladata és ereje. Ez hitünk ősforrása. Lehet, hogy azért fáradt meg a keresztény Európa, azért néptelenedtek el templomaink, mert belül már nekünk sem jelent mindent Jézus föltámadása. A keresztény szimbólumok elpogányosodtak, értelmezésükbe belefészkelődött a fogyasztói mentalitás. A húsvétot tojásos, nyuszikás, gicses, kikelet ünneppé züllesztettük, tavaszváró, termékenységi kultuszt faradtunk belőle. Csak laikusként, kívülállóként tekintünk Jézusra, holott ő a feltámadás okán a Krisztus. Hogy is tudnánk róla, ha nem támadt volna föl? De ő Isten hatalmas fiának bizonyult, aki feltámadt a halálból. Ő az élet, az élő Isten, akit nem lehet szikla sírba zárni. Velünk van a kenyértörés közösségében. Kedves testvérek, van ennél nagyobb öröm a keresztény ember életében? Elfelejthető egy percre is, ami Krisztus föltámadásából következik. A tapasztalat azt mutatja, hogy kellenek a kis és nagy halálok, hogy megérezzük a föltámadt Jézus segítségét. Mint az apostolok, a korábban reménytelennek tűnő helyzetekben egyszer csak felismerjük, hogy ő az, itt van, feltámadt. Életünknek nincs az a mélypontja, ahonnan ne lenne fölemelkedés, nincs az a nyomorúságos alvilág, ahonnan ne emelne ki minket Krisztus. Bármilyen meglepő és hihetetlen Krisztus föltámadása, nekünk Mária Magdolna ragaszkodásával, az apostolok elszántságával kell tanúskodnunk mellette. Ez örök életünk záloga. Amen. Szeretett testvéreim, egy szívvel, lélekkel most meg akarjuk erősíteni azt a reménységet, amivel
a keresztségben már a halálba eltemetkeztünk, és Krisztus föltámadásába öltöztünk. Megújítjuk tehát a keresztségi fogadásunkat mindannyian. Kedves testvéreim, most mindnyájan, akik ezt a nagybőti szent 40 napot már magunk mögött tudjuk, újítsuk meg keresztségi fogadásunkat, ebben egykor ellene mondtunk a sátánnak, minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. Ezért most megkérdezem, ellene mondotok-e az ördögnek? És minden cselekedetének, és minden csábításának, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennyi és föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és ül az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Ha mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az örök életre. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, aki szent fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket. Törzsd el, Urunk, Ferenc pápánk, György püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Kérjük téged, segítsd, Urunk, hogy keresztségi fogadásunkhoz egész életünkben hűségesek maradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyatottaknak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amire nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk,
mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék neked a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Corpus Christi. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretett testvéreim, ahogyan az minden húsvét főünnepén lenni szokott, a pap most kezébe veszi az oltári szentséget, és fölnyitja régi magyar hagyomány szerint a sírt, és meghirdeti a Krisztus föltámadt, békesség veletek. Majd indulunk körmenetre, és a templomot megkerülve érkezünk ide-vissza mindannyian. Kérem, hogy együtt induljunk neki ennek az örömteli körmenetnek. Föltámadtam.